Az Expo 2020 Dubai mottója az elmék összekapcsolása, a jövő megteremtése, ezen belül pedig három meghatározott témája a lehetőség, a mobilitás és a fenntarthatóság. Ez utóbbi kettőt hűen tükrözi a magyar pavilon, melynek központi eleme a víz, habár az épülethez egy csepp vizet sem használtak fel. Én gondolkoztam, és akkor rájöttem arra, hogy Magyarország történetét a Pannon-tengertől a napjainkig, hogy lehet úgy bemutatni a vízen keresztül, hogy nem használunk vizet. Mert hogy Dubajban az egy nagy pazarlás, tehát nekik nincs vízük. Szerintem az kicsit kérkedés is, hogy szökőkutakkal tesszük tele, meg nem tudom mivel. Rengeteg ország egyszerűen megtette mindenféle koncepció nélkül. Nekünk volt egy nagyon jó elfogadott koncepció, hogy Magyarországot a fürdőhelyeiken, keresztül a hévízen, a gyógyászaton, stb. Úgy, hogy nincs víz, még egy művízes medencés is csináltunk, ahol úgy lehet fürödni, hogy nincs benne víz. Az építmény már külsejét tekintve is impozáns látványt nyújt. Makovec Imre munkásságának védjegyei, mint a természetes anyagok használata, formai és térbeli alakzatok megjelenése, íves felületek, héjszerű lefedések, elegáns és méltóságteljes terek szerves kapcsolata, azaz összekötni az eget és a földet, mind-mind felismerhetőek rajta. A dubai épületvázát 17 magyar ács állította össze hónapokon keresztül, és mint megtudtuk, köztük voltak azok is, akik a Hagymatikum építkezésénél is segítkeztek. Az építés során sem használunk vizet, tehát egy úgynevezett száraz technológia, mint a legóból raknám össze, és erre jött az a kéthéjú ragasztott fatartós szerkezet, ami tulajdonképpen ott megépült Dubajban, amit úgy bizonyítottunk be, hogy ez szerelhető, bontható, hogy előtte az az ázcsapat, aki egyébként a Hagymatikumnak is a tetejét összerakta, gyomaendrődön megépítette és szétszerelte, és repülővel lett kiszállítva, és ott üvöl összeraktuk. Magyarország Európa egyik leggazdagabb termál- és ásványvízkészletével rendelkező országa. Területén összesen 280 hivatalosan elismert ásványvízlelőhelyen történik vízkivétel, természetes vagy mesterségesen feltárt forrásból vagy kútból. Ezt is hivatott hazánk bemutatni az Expon, mellyel mind a látogatók, mind a szakmai zsűri tetszését sikerült elnyerni. Ugyanis a magyar pavilont 192 ország közül a Time Out Dubai újságírói a 15 legkülönlegesebb közé választották.